Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Molnár Tamás Levente, a KKI munkatársa, Németország szakértő. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ember legyen a talpán, aki megérti azt, hogy mi történik Németországban. Európa Unió minden tagállama már az EU választásokra készül. Sokan azt jósolják, hogy úgy a néppárt, mint az ellenfél, a két nagy párt meg fog gyengülni, és az ultrajobbosok fognak nagy arányba bekerülni az Európai Unióba. De előtte nézzük meg, hogy mi is történt tulajdonképpen Németországban. Mikor fog Merkel lemondott ugyan már pártelnökségéről, mikor fog a kancellárságról lemondani, ha egyáltalán? Ugye, hogyha múlt hétfői bejelentésre gondolok, akkor Angela Merkel most így csúnya kifejezésre, vagy gyakorlatilag rendelkezésre bocsátotta magát 2021-ig. Tehát az ő elképzelése az, hogy ezt a kormányzati ciklus még kitölti. Annak 21-ben lenne vége. 2021-ben érne az véget, de ez nyilván nem csak tőle függ. Ugye most pártelnöki tisztségről lemond úgy, hogy nem jelölteti magát újra, tehát most december... Korábban, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy ennek a két beosztásnak mindig együtt kell lennie. Ez egy nagyon fontos elem. Angela Merkel krédúja gyakorlatilag az volt korábban, hogy a pártelnöki tisztség és a kancellári tisztség az kéz a kézben jár. Nem szabad megosztani a kettőt, mert akkor lehetséges, hogy mondjuk a kancellárként még tovább regnál, de a pártja kifarol mögüle. Ugye annó 2004-2005-ben ez volt a helyzet Gerhard Schröderrel, még SPD-s kancellárként, amikor 2004-ben végül kényszerült adni a pártelnöki tisztséget. Egy évre rá pedig bizalmatlansági szavazásra megvonták tőle a bizalmat lényegében a parlamentben. Visszatérve Merkelre, ő úgy fogalmazott, hogy ez egy merészség, hogy így most megosztja ezt a kettőt. Én ezt egy nagy kockázatnak tartom. Az egy kicsit komolyabb szerintem, mint a mit merészség. Mit veszíthet? Hát a kancellári székét gyakorlatilag. Olyan folyamatok indulhatnak el a pártjában, melyet már nem tud kontrollálni. Most ugye azt hiszem most már 12 jelöltnél tartunk. December 7-én lesz Hamburgban egy tisztújító gyűlés a CDU-soknak. Ez már majdnem anarchisztikus. Elég sokan vannak, viszont hát a 12-ből nyilván nincs mindegyiknek komoly esélye, ebből 2-3 főt rebesgetnek, mint Merkel nagy esélyesét, és aki a CDU elnöke lesz nagy eséllyel a következő választáson, legyen az 2021-ben, legyen az esetleg korábban, hogyha nem töltené ki Merkel a teljes ciklusát, akkor nagy valószínűség elő lesz a következő kancellár jelöltje a kereszténydemokratáknak, úgyhogy mindenképpen oda kell figyelni erre a decemberi tisztújítóra. És még egyszer mondom, hogyha egy olyan jelölt kerülne a CDU pártelnöki székébe, aki nem ért egyet a merkeli politikával, a merkeli vonallal, nem támogatja Merkelt, egy újítás, egy jellegzetesebb konzervatív profilt szeretne a CDU-nak, akkor nem biztos, hogy, hogy a bizalom az kitartana a ciklus végéig. Akkor egy bizalmatlansági indítvánnyal megfosztanák őt a kancelli széktől? Ez egy komoly fricska lenne. Még emlékszem 2015-ben Gerhard Schrödernek volt egy önéletrajz bemutatója Berlinben, és oda meghívták Angela Merkelt is. És akkor újságíró kérdés megkérdezték Merkeltől, hogy mi az, még volt az a pont, vagy az az elem, amelyet nem érte, amelyet kifogásolta, hogy is mondjam, a Schröder élet, és akkor pontosan ezt mondta, hogy megosztotta a pártelnöki tisztséget, és hogy nem tartotta meg mind a kettőt. Na most Merkel most belemegy ebbe. Nem biztos, hogy így akkor a pártja kitartana vele a ciklus végéig. Még egyszer mondom, hogyha olyan pártelnök kerülne hatalomra, gondolok itt például a korábbi nagy ellenfélre, Friedrich Merzre, akinek személyes sérelme is vannak Merkellel, úgyhogy ott az a számla az ott nincsen teljesen kiegyenlítve. Viszont vannak olyan jelöltek is, mint gondolok itt a jelenlegi pártfőtitkárra, akinek a nevét elég nehéz kimondani, így magyarnak Annegret Kramp-Karrenbauer. Ő abszolút Merkel bizalmasának számít, és lényegében a merkeli politikát folytatná. Sokan azt állították, hogy a legnagyobb ellenzéki párt tulajdonképpen a volt NDK területeken jött létre. De a legutolsó választások nem az NDK-ról szólnak, és úgy néz ki, hogy ők tovább erősödnek.
akkor lehet, hogy a merkeli politikával mások sincsenek megelégedve? Ugye ön most, hogyha jól vettem ki a szavét, akkor az AfD-re gondolt. Így van. Csak nem szeretem kimondani a nevüket. Az érdekes, hogy nem Kelet-Németországban alapították a pártot, hanem Hessenben. 2000, és nem szeretnék ott erősödtek most még jobban meg. Bejutottak a tartományi törvényhozásba. Mind most a 13 már, helyen. Most már a 16, mind a 16 tartomány, ugye három ilyen városállam van Németországban, úgyhogy az még az is számít, 13 plusz 3. Most már az összes tartományi törvényhozásban ott vannak, viszont itt nem csak az AfD-ről szólt az utóbbi két tartományi választás, ugye Bajorországról és Hessenről beszélek, hanem a zöldekről is. Ez a két ellenpólus lényegében a jelenlegi politikai spektrumon Németországban. Az egyik az alapvetően inkább így a zártság mellett, a kulturális homogenitás mellett érve, szuverenista, különböző kihívásokat, azokat otthon oldjuk meg, és akkor a többiek majd alkalmazkodnak hozzánk. A másik a zöldek, meg pont ennek az ellentéte, inkább a nyitott kapuk elvennek minden aspektusával együtt, alapvetően Európa barát, meg egy ilyen morálisan helyes párt, hogy a németeknek így, hogy is mondjam, ők a jók, a másikok meg a kevésbé jók, legalábbis a német média így apostrofálja ezt a két társaságot. Ugye mind a kettő párt eléggé megerősen, majdnem 10-10%, az AfD picit jelen, kicsit nagyobb arányban, mint a zöldek, de mind a ketten alapvetően erősen tudtak profitálni abból, hogy a régi nagy néppártok, a CDU, illetve Magyarországon a CSU, illetve a szociáldemokraták meggyengültek, ott meg mínusz 10%-os eredményeket értek el. A kérdés az, hogy mennyire alkalmasak ők egy ország vezetésére. Egy izraeli szakértő kérdésre válaszolva azt mondta, hogy azért nem kell elhamarkodni, mert a ma regnáló pártoknak, akik bent vannak ugye a Bundestagban és kormányzati gyakorlatuk van, hatalmas előnyük van az ígérgető ellenzéki pártokkal szemben. Mi az ön véleménye erről? Ugye annó, hogyha még emlékszünk, a Linke a baloldal szárnyat bontogatott, gyakorlatilag teljesen elképzelhetetlen volt, hogy vele nem csak szövetségi, de tartományi szinten is kormánykoalícióra lépjenek. Jelenleg azt hiszem Türingiában az egy keleti tartomány, ott Linke és a miniszterelnök. Hát volt egy nagy tabú korszaka a Linkének, amikor gyakorlatilag hozzá se lehetett érni. Aztán főleg így az SPD-s részről kezdtek így a bal-bal, vagy a piros-piros-zöld koalíció gondolatai feljönni. Aztán végül a szövetségi szinten nem tudott megvalósulni, és szerintem most már túl vagyunk azon az időszakon, hogy ez a három párt, már soha nem mondta, hogy soha, de ez a három párt kormányzati többséget tudjon szerezni. És jelenleg hasonló ilyen a tabu átka, vagy varázsa még rajta van az AfD-n. Én szerintem ez egy 10-15 év még, amíg ez kitart, bár attól is függ nyilvánvalóan, hogy a párt merre pozícionálja magát. Tehát, hogy tovább folytatódik a radikalizáció, vagy inkább próbálnak így mérséklődni, ez nyilvánvalóan attól is függ, hogy a középen lévő konzervatív pártok azok hogy adnak nekik teret. Tehát, hogyha inkább kimennek a szélre, a jobb oldalra, és akkor próbálják visszaszerezni az eltávolodott AfD-seket, akkor lehetséges, ők meg középre próbálnak húzni. És ellen a másik példa meg, hogyha próbálják ezt a középutassági politikát megtartani, és inkább a zöldektől visszaszerezni a szavazatokat, akkor meg a jobb oldalon tudnak így halászni maguknak. Úgyhogy ez mégis nem merném kijelenteni, hogy az AfD ez mindig is egy ilyen tabupárt lesz, de jelenlegi keretek között ez még elképzelhető. Ha Európa lakói bármelyikét megkérdezzük, hogy mi jut eszébe Merkelről, akkor többségük azt fogja mondani, hogy a willkommen, fogadjuk be a migránsokat és jöjjenek. Vajon mikor tér véget ez a korszak? Merkel népszerűségvesztésével, pártfőtitkári vesztességével, vagy még várnunk kell arra, hogy Németország átgondolja ezt a sokak szerint hibás döntést? Az, hogy egy ilyen kiállás, hogy Angela Merkel ki fog állni a Brandenburg kapu elé, és elmondja, hogy bocsánat, tévedtünk, 2015-ös döntés, az egy hibás volt, ez nem fog eljönni. Viszont, mert ő hisz is abban, amit döntött. Viszont, hogyha a német politikát, a bevándorlás, meg a menekült, meg a migráció politikával kapcsolatban megnézzük, akkor ez egy jelentős változás állt be 2015-höz képest. Ugye. Nem csak a retorika változott, hanem az egyes törvényei, a németországi bevándorlás menekült törvény minden aspektusa szigorodott az elmúlt másfél-két évben. Ha megnézzük a 2010
2008-as, idén márciusi kormánykoalíciós terve, vagy kormánykoalíciós dokumentumot. Megállapodást. Akkor igen, köszönöm. Akkor ott például kerekperec ki van mondva, hogy fogadjuk azt, és azt amellett vagyunk, hogy a 2015-ös helyzet ne ismétlődjön meg, és mindent erre teszünk fel. Tehát itt jelentős változás állt be egyébként. Mennyire fog ez eljutni az indulásra kész embereknél? Ez egy jó kérdés. Ott nyilvánvalóan nem csak az számít, hogy Bundestagban milyen törvényeket hoznak meg, hanem hogy milyen cikkek, álhírek, hírek keringenek az adott a szociális médián, médiában, stb. Úgyhogy itt korábban is az a jelentős álhírmennyiségből táplálkoznak és erre építenek, akik útra kívánnak kelni, úgyhogy itt nyilvánvalóan nem csak a német üzenet számít. Nem a bulvár kíváncsiság vezérel, de ön a legmegfelelőbb arra, hogy megkérdezzem, hogy is van a Frigy Angela Merkel és a francia elnök között. Ugye, amikor Emmanuel Macron, igen, francia köztársaságon ugye megvárta a német választás, és csak utána mondta el a nagy Sorbon beszédét, egy eléggé érzelmes és nagyon impulzív beszéd volt, és akkor Hermann Hesse német író szavai idézve Angela Merkel úgy apostrofálta, hogy minden kezdetben van egy kis varázs, aztán jó fél évig tartott a német kormányalakítás, utána volt még egy sajtótájékoztató, közben persze találkoztak, amikor kijelentette, hogy azt a varást azt most eltették a kamrába lényegében, az kicsit elaludt, de akkor majd most megint megpróbálják fölvenni a kapcsolatot. Nem igazán jött össze ez a nagy összemelegedés, amiről sokan meg sok helyen cikkeztek, négy eurózónának egy külön költségvetés, akkor a német-francia tengely kapcsán majd kialakul egy ilyen nagy mag-európa, és akkor a keleti végek majd így le fognak szakadozni, és akkor ők majd csak a második osztályba kerülnek. Úgyhogy jelenleg igazából nem nagyon történt német részről a francia javaslatoknak a felkarolása. Nagyon minimalista programot állítottak össze, és furcsa egyébként, hogy hát, hogy is mondjam, a két vezetőnek így a stílusát azt nagyon jól megmutatta, hogy egyrészt ugye a Sorbonne Egyetemre egy beszéd, óriási pulpitus, Európa vezetői tudnak az első sorokban. A német válasz pedig egy újságcikkből derült ki, a Frankfurt Allgemeine Sonntagszeitung készített egy interjút Merkel, azt hiszem idén júniusban volt, és akkor mondta el a német elképzeléseket, hogy mi az a plafon, az a maximum, ameddig elmennek a németek, úgyhogy hát ez nem az a nagy beszéd volt, amire szerintem Franciaországban sokan vártak. A minap, alig egy hete volt egy nagy találkozó, ahol a török elnök vendégül látta francia elnököt, az orosz elnököt, és ott volt Angela Merkel is. És a felvételeken az látszott a testbeszédből, hogy a kancler inkább az orosz elnökkel édeskettesbe tovább beszélgettek, és nem arra figyeltek, amit a távolban mutatott a török elnök. Megvan a közös nyelv, oda-vissza. Német ugye Putyin részéről, Merkel részéről az orosz. Gondolom volt mit megbeszélni, Minszk megállapodás, északi áramlat 2, kelet-ukrajnai helyzet. Gondolom volt mit megbeszélni. Van egy percünk hátra, próbálja az egy percet úgy kihasználni, hogy pozitívan gondolkodjunk a német politikáról. Ugye annó, amikor a kormánykoalíciós kudarc után úgy tűnt, hogy Németországban nincs új kormány, és csak átmeneti ügyvívői kormány volt, ment minden a maga rendjén, Németország fog maradni, hiába úgy tűnik úgy, hogy most politikai turbulens időszakok vannak, a kerekek azok olajozottak, és szerintem jól fognak működni. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában Molnár Tamás Levente, a KKI kutatója és munkatársa volt stúdiónk vendége. Itt folytatjuk legközelebb, köszönöm szépen. Előzetesek, és már is jövünk vissza.